most leszámolunk, hörcsög, az én kontomra nem leszel hős. Nesze! Gyerekek, azt hiszem visszacserélték a dokit, de már megint kibaszott szar állapotban van. Ez... érve... Ilyikém, kész szerencse, hogy élve akartam elkapni a hörcsögöt, mert ha nagyobbat ütök, kómában lenném, mint Steven Seagal abban a filmben, amikor annyira sokáig nem tért eszméletre, hogy megnőtt a haja. De utána egy hét alatt újra megtanult karatézni, és bosszút állt. Imikém, még kicsit le vagy lassulva, de a mentősök azt mondták, inkább nem visznek el, mert amikor a tajkártyát kérték tőled, elkezdtél üvöltözni velük, hogy gyávák, ketten jöttök egyért, és hogy még a halál is egyedül jár, pedig annak van mitől félnie. Utána pedig egyiket fejbe verted a hóddal. Nem, doktor, nem csinált volna velem ilyent, Taki bácsi. Imikém, már mondtam, hogy nem a szomszédokban vagy. Eltaláltak egy baseballütővel, és azóta amnéziád van, és csak a szomszédokra emlékszel. Érted? És én nem vagyok Taki bácsi. Főz nekem egy jó levest, és minden rendben lesz. Kicsoda? Tyúkanyó, a keramikus művész. Kicsa úr nem jön meglátogatni. Nem, te várjál! De Csibe itt van, látod? Csak kabát van rajta. Megismered? Ez nem Csibe. A f***t nem. Rá van írva a minőségét megőrzi felirat alatt. A vágási Feri ott lett volna. Ő biztos nem hagyja, hogy ez történjen vele. Ne szívassál már ezzel! Te Imi vagy a pszichobusz... Vállalt be! Meg gyáva vagy! Érted? Drogosok, alkeszek, zizik! Ők a te barátaid, nem a vágási Feri! Szerintem életedben nem jártál még a gazdag réten se! Na, mész le a boltba! Mondd meg Lenke néninek, hogy pihenjen is néha. Mostanában alig látom. Alma is panaszkodott. Baze! A szomszédok nem léteznek! Taki bácsi, kérlek hajolj ide. Jól jegyezd meg, amit most mondok. Jelszó. Fagyöny. El vagyok cserélve. Én Gábor Gábor vagyok, fotó és kozmetika. Oli úr még nem jött be. Megőrülök, ha még 10 percig ezt kell hallgatnom. Megjött tyúkanyó? Nekem lépnem kell. Vigyázz rá, délután jövök. Piercinget raknak fel a köldökömre. De meg lesz gyorsan. Nyugodtan beszélges vele, bár teljesen meg van őrülve, a doki azt mondta, hogy hónapokig is eltarthat. Amúgy is beszélnem kell Imrével. Fel kell dolgoznunk együtt az elvesztését. Meghalt valaki? Sly alsó nadrágjáról beszélek. Olyan, mintha egy testvéremet vesztettem volna el. Jó, ha van húgod, inkább nem utasd be. Nem bírom a rövidlátó párduc mintás csajokat, főleg a slic van rajtuk. Imre. Kérlek, szólíts Gábor Gábornak. Gábor. Gábor. Egybe. Ez a kereszt és a vezeték nevem is. Mint a Tilla Tillának. Majdnem. Te szereted a tigriseket? Mert én kemény vagyok velük, mint Szandokán. Mert ami rajtam van, az is igazi bőr. Vadállatok bőréből készült. Gábor, Gábor. Én elvesztettem Sly alsó nadrágját. És én miben tudok segíteni? Beszélni akarok róla.
úgy hiányzik, mint egy falat kenyér. Nincs kihez odabújnom. Nincs, akinek elmeséljem a gondjaimat. Ő volt a legjobb barátom. Hiába vagy. Úristen, kezd jobban lenni. Becsapod magad. Hazudsz. Ez önámítás, te szuka. Úristen, újra a régi. Mondjad, mondjad. Gyáva vagyok, gyáva vagyok. Te beteg vagy, ha egy gatya a legjobb barátod. Mocskos gatya fetisiszta. Igen, igen. Önértékelési válságban küzdő szemöldök huszár. Jaj, hála Isten.